Val. Én vagyok életem első animációs figurája, de ez baromi sok meló. Én egy drágább típus vagyok. Persze ez magyarázatra szorul, lássuk miért. De mielőtt animációs reklámfilmben gondolkodnánk, ne felejtsük el, hogy ez nem lesz kész holnapra. Mehet. Ennek a típusnak rengeteg előnye van. Különleges csontszerkezetének köszönhetően szinte bármilyen mozgásra képes. Végtagjai minden irányban képesek nyúlni és hízni is, de szerkesztése kissé hosszadalmas. Ami az arcszerkezetét illeti, a pszichopatától a mániákus depressziósig, a pánikbetegen át, szinte bármire képes. Tökéletes figura egy-egy termék népszerűsítéséhez. Persze, ha spórolni szeretnék pénzzel, idővel, van megoldás. Például, ha egyszerűsítjük a figura kinézetét, vagy egy könnyebben kezelhető csontszerkezetet építünk vele, vagy akár kombináljuk-e két megoldást, már is kezeltük a problémát. Tehát figura egyszerűsítés klónozással indul. Bemutatom Ernő 2.0-át. Egyszerű arcvonásai ellenére akár komplett érzelmi zavarok kifejezésével is megbirkózik, szuper csontszerkezete már előre rögzített mozgásorozatok másolására is képes. Na mutasd, mit tudsz! Na igen, mehetünk még lejjebb a további spórolás érdekében, hiszen se ujjak, se szemöldökök nem szükségesek egy jól működő reklámfigurához. Bemutatom Ernő 3.0-át. Ő is szenvedhet egy begyulladt aranyértől, vagy lehet boldog egy kedvezményes hitelfelvételtől, vagy akár dühös az apró betűs résztől. És ami a mozgását illeti, a legnépszerűbb modellekével vetekszik. Szóval, ha ehhez hasonló figurákra lenne szükséged, hívj nyugodtan. Ja, és nem teljesen hülyék, tudnak beszélni. És persze ne felejtsük el, minél több dolog van egy jelenetben, annál tovább tart a megvalósítás. Dióhéjban első körben kb. Ennyit akartam mondani. Sziasztok!